Sörösi Péter a büntető.com-tól. Az lenne a kérdésem, hogy a Kloppal, illetve a szakmai stábbal történő megbeszéléseken volt-e már szó, hogy jobboldali 8-asként fogsz szerepelni ott, vagy esetleg más pozíciókat is fogsz kapni a Liverpoolban? Először is köszöntök mindenkit. Ilyen mély dolgokról nagyon nem beszélgettem az edzővel, se az edzői stábbal. Megbeszéltük, hogy milyen pozícióra száll engem, az, hogy jobb vagy bal, tízes, azt még nem beszéltük át, hogy szélén vagy középpályán inkább még az se. Az a lényeg, hogy minél többet legyek a pályán és tudjak teljesíteni. Eltöltve van, hogy ki fogja ülni a szabadrugásokat és a tibérőcsöket a Liverpoolban. Ahol vannak jelentkezők, amit a kívül is száll esetleg Trent Alexander-Arnold, de olyan jobb látos elkinek nincs. Nem tudom, ezt majd az idő eldönti. Valószínű, hogy edzéseken oda fogok állni én is gyakorolni, mint ahogy ők. Reméljük, hogy egyet-kettőt majd eltalálok, és akkor át fognak adni egyet. Nem ez lesz a prioritás, hogy most az elsőként oda menjek és elvegyem a labdát. Meg lesz beszélve úgy, ahogy mindig meg volt beszélve. Somogyi Zsolt vagyok, nemzeti sportban. Mi a prioritás? Mármint? Hát, hogyha nem ez a prioritás. Mi a legfontosabb? Milyen érzésekkel tervezel belépni majd a Liverpool öltözőjébe? Egyáltalán milyen érzések vannak most benned? Milyen volt most hazajönni? Érzed-e, hogy megváltozott valamennyire az életed? Az elmúlt 3-4 napom az elég húzós volt, nem volt egyszerű, sok vizsgálaton estem át, volt egy média napom, pár házat megnéztünk, ahova szerettem volna költözni, de ahogy visszamentem, folytatjuk ugyanezeket, amiket még el kell intézni a dolgokat. Prioritás viszont, hogy minél több játék lehetőséget kapjak, ami viszont rajtam múlik, ezt mondta az edző is, mindenképpen rajta leszek azon, hogy amennyi lehetőséget lehet, csak kapjak. Szervusz Dominik, gratulálok, én is Tóth István Index. Mikor legutóbb még nincsen beszélgetek, azt mondja, hogy a közvetlen barátaim. Bocsánat. Azt mondta, hogy a közvetlen barátaim nem cserélnének veled, az volt az álláspontjuk. Amikor megtudták, hogy Liverpool játékos lesz belőle, bármelyiknek változott a véleménye, hogy reagáltak, mit mondtak, cserélnének a már. Nem azt mondtam, hogy a mostani részével nem cserélnének. A gyerekkorodat nem a gyerekkoromat lehet, hogy nem csinálna végig, úgymond kb. Senki. Mert olyanokat, de ezt elmondtam. Nem változott senkinek a véleménye, ugyanúgy gondolkoznak erről az egészről, megvan mindenkinek a saját élete. Elmondtam azt is, hogy én is csatlakoztam az egyik barátom mindennapjaihoz, és jól éreztem magamat ugyanúgy. Meg volt a kabinozás ezek szerint? Meg volt. Jó élmény? Jó élmény volt, éreztem. Sadra24.hu. Mi a következő napok programja? Kaptál-e külön edzéstervet? Mikor van találkozó? Mikor lesz a Liverpool első csapatedzése? Hogy néz ki a közeljövő? Hogy néz ki a következő napom? Mai napomat itt töltöm, és... Nem napot, közeljövőt. Azt mondtad, hogy hogy néznek ki a napjaim? Napjaim. Figyelek. Nem, következő napjaim próbálom kipihenni ezt a 3-4 napot, amellett viszont fel kell készülnöm arra, hogy 11-én elkezdődik a felkészülés. 11. 10-én visszarepülök Liverpoolba. El kell intéznem még pár dolgot, akár papírmunka, akár háznézés, akár minél hamarabb beilleszkedni a csapatba, mert lesznek ott 8-ától játékosok, akik nem voltak válogatottban. Szóval pihenek. A közeljövőm, amit elmondtam, elmegyünk Németország edzőtáborba, utána 2 nap Liverpool vissza, utána tovább megyünk Szingapurba. Játszunk 4 edzőmeccset összesen a felkészülés alatt, és augusztus 13-án viszont... De külön edzést kellett erre a 11. időszakban nem kaptál? De kaptam. Amúgy is volt már, de így, hogy most kim voltam, átmentem minden orvosi vizsgálaton, beszéltem a erőléti edzőkkel, fiziókkal, és küldtek nekem azonnal egy programot, amit folyamatosan csinálok. Zsolt! Parancsolj! Hogy kell Liverpool játékos nevelni?
Honnan? Nagyon messzire kéne indítani. Majd azt kérdeztem, hogy nem zeni, hogy kérdezt. Bocsánat, hogy pillanatot kérhetnek. Köszönöm. Jó. Mindenkinek megvan? Nagyon messziről kellene indítani, de valahogy azért megpróbálom lerövidíteni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok alázattal, nagyon sok lemondással, nagyon nagy fanatizmussal, és ez nem csak az én részemről, hogy beletenni a munkát, hanem mint már nagyon sok fórumon is elmondtam, hogy Dominik részéről, szóval hiába kergettem volna én, hogyha ő azt mondja, hogy hagyjál meg békén, mert akkor nincs értelme ennek az egésznek, és azt gondolom, hogy ez egy áldás volt, hogy így klappolt az egész, hogy az én munkamorálom és az ő munkamorálja így kapcsolódott egymáshoz, és meg tudtunk oldani olyan feladatokat, ami szükség ahhoz, hogy ilyen Liverpool játékos legyen. Ez mit jelent egyébként neked? Ez egy visszaigazolás, vagy több annál? Engem soha nem érdekeltek a úgy sejtem, hogy körülbelül mire fogunk kiukadni, de nem az a lényege. Nekem az igazi visszaigazolás az itt ül mellettem. De hogyha ő nem Liverpool játékos lenne, hanem itt Magyarországon futballozna, attól én még boldog lennék. Ez egy nagyon nagy büszkeség, nagyon nagy boldogság, hogy a Dominik a Salzburgon és a Lipcsén keresztül eljutott egy ilyen komoly klubhoz. Én azt gondolom, hogy minden egyes állomásra óriási szükség volt ahhoz, hogy a Dominik ott legyen, ahol most van, és arra a polcra kerüljön, ahova most tették őt. De mondom, itt mérhetetlen munka, ami összekapcsolódott mind az én részemről, mint a Dominik részéről. Ugye ő akkor, amikor ő megszületett, utána én még pár évig aktív voltam, szóval azért azt magába szívta azt az öltözői hangulatot, mert ott volt velem, ott volt a pályán, ott élt, ott csinálta a mindennapjait, és gondolom az az isteni tehetség is, amit úgymond nagy szakálló adott neki, azt kellett tréningezni. Juhapalengér.hu, Dominikot szeretném kérdezni, hogy felkészültél arra, hogy talán több százezer magyar vagy a gyerek most szoboszlai Dominik szeretne. És hogy amit csak csinálsz minden lépésedet, minden mutatodat figyelni fogják. Nem beszél az angol sajtól, de... Fel vagyok készül, ez itt lépcsőfokozatosan felkészítettem magam arra, hogy ez ezzel fog járni. Nem kell kapkodni, ha ez egy. Szóval még egyszer felkészítettem magam ezekre a dolgokra, hogy ez ezzel fog járni, de ez legyen a legkisebb baj, örülök, hogy példakép lehetek úgy, ahogy nekem is voltak, úgy örülök, hogy én is az lehettem. Gerard esetleg üzent neked, hogy beszéltél vele? Nem beszéltem. Szóval jutok, három kérdést szeretnék föltenni, Matyimat is. Először Dominiktól kérdezem azt, hogy mit szól a városhoz? Számomra Liverpool a világ legklasszabb helye. Csak induljunk ki abból, hogy a repülőteret hogy hívják, ugye John Lennon repülőtéren. Milyen lehet az a város? Aztán mondom egy másik. Nagyon nem volt időm város nézni, mivel folyamatosan vagy kocsiba, vagy az akadémián stadionba és a hotelbe tartózkodtam. Úgyhogy nem tudom még megmondani őszintén, de idővel valószínű, hogy a következő, amikor találkozunk, akkor tudok többet mondani róla. Biztos, hogy jól fogod érezni magad egyébként. A második a kérdés lehet, hogy mindkettőtökről szól, hogy a merchandising szerintem, ahogy mondta is a kollégám, több százezer magyar gyerek akar Szoboszlai Dominik lenni. Lehet-e majd kapni medeket? Úgy tudom, a Nike, a West Condor-a, a Liverpoolnak, de tudtok erről valamit mondani? Ezt viszont Eszterházi Mátyás úrra kell beszélni. Lehet ezeket kapni egyébként, ha jól tudom, akkor már meg is jelent nálatok, hogy azt hiszem ingyen szállít egy pár napig Magyarországra a Liverpool, úgyhogy ezt érdemes egyébként meg a nyilatoknak bearangozni, mert ha valaki akar Liverpool-hoz menni, akkor most a leg
most van a legnagyobb lehetőség erre. Úgyhogy bízom benne én is, hogy, hogy egyre több Liverpool-mezes magyar fiatalt fogunk az utcán látni, mert az, hogy már egyre több szoboszlai-mezes kisfiú a hangjá válogatott mezben, az óriási büszkeséggel tölt el minket, de remélem, hogy a Liverpool-mezet is előkezni. És a harmadik az az, hogy kinek mennyi szerepe, mekkora szerepe volt ebben az állami szerződésben? A Liverpool nyomult, a te zsenialitásod volt benne, vagy a kettő együtt? Ezt a kérdést nem vártam volna, hogy így teszed fel, András, pont te. Ez egy állítás kellett volna, hogy legyen. Az utóbbi része? Nyilván, de a viccet életével. A legnagyobb szerep a Dominiknak volt ebben, és ezt most mindenféle rákét nélkül mondom. Anélkül, hogy ő ennyit dolgozott volna, így teljesített volna az elmúlt 6 évben, amióta profi játékos. Anélkül csináltunk volna mi bármit, nyomulhatott volna bárki, nyilván nem nyomult volna senki. Nem tudtunk volna átigazolást csinálni, egyet sem, nem hogy egy Liverpoolit, úgyhogy a legnagyobb kredit az a Dominiké. De én azt gondolom, hogy nyilván mindannyian hozzátettük a magunkét, és ez így van jól, és remélem, hogy amíg világ a világ, ez így fog működni, és nagyon sok közös sikerben lesz részünk. Dominiktól szeretném kérdezni, hogy mennyire volt nehéz elbocsúzni lélekben Lipcsétől, Gulácsi Petitől, Viri Orbánától, Német Kupa Győzelemtől, Ronzélemtől, VL indulástól? Sajnos, őszinte leszek, még nem tudtam teljesen elbúcsúzni, mert ahogy mentek a hírek, 3 nap alatt zajlott le körülbelül minden. Telefonon és online tudtam elbúcsúzni azoktól, akik tényleg közel álltak hozzám. Írtam egy hosszabb üzenetet a lipcsei csapatcsoportba. Ennyi volt eddig az elbúcsúzásom, akikkel nagyon közel álltam, telefonáltam is. De valószínűleg megpróbálok, beszéltem már a klubbal, megpróbálok valamikor visszamenni, és elköszönni tényleg tőlük is, a stábtól, a szurkolóktól, ahogyan ez illik. Mit válaszoltak a csoportban, úgy a csoportban, hogyan lehetettek? Sok sikert kívántak, és volt egy vicces üzenet, de az a sajátom. Szia Dominik, én Fischer Kirt TV, két kérdésem lennem hozzá. Az egyik az, hogy ugye egyszer nyilatkoztad, most nem tudok szó szerint idézni, az volt a lényeg, hogy ugye életedben egyszer izgultál a pályán, amikor kimentél az MT-be. Mit jelent számodra? Egyáltalán ne játszott fel a gondolata, hogy a Juve-nél Volpalomra fogsz minimum 19-re pályára lépni a szezonba. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy ugye a Liverpool honlapján az első poszt az ugye az ilyen hivalkodó poszt volt, ugye a piros-fehér-zöld. Tudod, a kérült mezekkel kapcsolatban, hogy ez kinek az ötlete volt? Először is igen, ez igaz, amit elmondtam, hogy az volt körülbelül az egyetlen mérkőzés, amikor ténylegesen izgultam, és az előző nap éjszaka, az éjszakám az nehezen telt, már alig tudtam elaludni, mert a fejemben voltak már a dolgok, hogy mit hogyan akarok csinálni, mit hogyan fogok csinálni a meccsen. Valószínű más érzéssel fog eltölteni, amikor hazai pályára megyek oda ki. A másik dolog, mi volt? Ja, magyarázó. A ténylegesen spontán dolog volt, ugye a hazai mezünk az piros, az idegenbeli az meg zöld-fehér, és ott fogtam egybe a kettőt, és így valamelyik médiás srácnak ott eszébe jutott, hát ez annyi magyar zászló, hogy rakjuk össze, és akkor így gondolták, hogy akkor csináljuk. Először olasz volt, azt kicseréltük. Dominikhoz lenne egy kérdésem, aztán Matyi az egy az üzleti típusú. Dominik, párszor hazarepültél Lipcséből, a mostani hazarepülésed és a váróterem közönsége fogadtatása között volt-e valami különbség? Elismertek, kértek több autogramot, stb. Budapesten természetesen, vagy éreztél-e valami különbséget, vagy ugyanilyen hétköznapi volt, mint máskor? Ugyanolyan volt, mint máskor. Matyi, említetted a MESZ-t, MESZ vásárlást. Elnézést, hogy ilyen szentségtűrő kérdéseim lesznek. A szerződés bizonyos részleteit az angol sajtó teljesen megszerőzte, hány oldalas egy ilyen szerződés, ilyen kézenfekvő kérdések?
milyen egyéb tételeket tartalmaznak, például a sztárjátékos után a mez értékesítésből a részesedésre adott játékos. Érdekeltél a tényt? Köszönöm a kérdésre. Nyilván a szerzős részletei azok titkosak. Hány volt azt jelent odáig? Nem, 300. Képzeld el, mekkora munka volt aláírni ezt. Nyilván a szerzősök részletei azok nem publikusak, legyen szó akármilyen vagyonértéki jogról, fizetésről. Úgy tudok mondani, hogy megbecsülve érezzük magunkat mindannyian, és minden adott ahhoz, hogy a Dominik egy nagyon komoly szerepet töltsön be ebben a klubban és ebben a csapatban. Köszönöm. Én visszakanyarodnék egy kicsit a lemondáshoz, és majd Dominiktól, meg a Zsoltól is, hogy lehet azt érzékeltetni, ami 10 éves korodban történt, és hogyha a példát mondanál erre, több boldog lennék. Hogy milyen lemondásokról, hogy mikről kellett lemondanom? Hát, hogy mindenről. Iskolában ugyanúgy eljártam, mint egy másik gyerek. Néha hátsó utakon, hogy többet tudjak edzeni, de ugyanolyan életet éltem, mint más, azzal a változással, hogy nekem csak a foci volt és iskola. Szóval reggel felkeltem, elmentem iskolába, amikor végeztem, elmentem edzeni. Amikor odaértem, lefekvésig edzettem, hazamentem és aludtam. Szóval nekem nem volt az, hogy elmenjek bárhova játszótérre, most nagyon kicsiről beszélünk, játszótérre, moziba, bulizni, bárhova haverokkal a városba csavarogni, stb. Ez nekem nem kimaradt, hanem nem volt viszonyítási alapom, hogy az milyen, mert nem voltam soha, úgyhogy ezért nem esett annyira szarul, és nem volt olyan nehéz ezt eldönteni. Persze, amikor láttam már és nőttem fel, hogy ők mit csinálnak, meg én mit csinálok, akkor nehezebb kezdett lenni, de akkor is muszáj volt, mert nekem volt egy célom, akkor még egy álmom, most már egy célom, hogy én ezt akarom csinálni, és azt, amit ők akkor csinálnak, én majd ezt később meg fogom tudni csinálni remélhetőleg. Azt mondta a Bendegusz, hogy 20%-kal többet edzettél, mint ő. És az azt jelentette, hogy éjjeltől, hogy reggeltől estig éjjel. Igen, ő egy jó példa arra, hogy tényleg ő is nagyon-nagyon sokat edzett. Együtt nőttünk fel, ugye. És szerintem még lehet, hogy 20%, még lehet, hogy csak kicsit kevesebbel edzettem, mint ő. Mert ugye nekem megvolt a családban az, akivel edzek, szóval nekem nem kellett soha följönöm az edzőmet, hogy menjünk ki még egyszer, hanem alapból mentünk, nem kellett mondani. Neki ebben volt úgymond nehezebb, meg én ugye hamarabb kikerültem külföldre, ő elment az MTK-hoz, úgyhogy ez volt szerintem nem egy töréspont, de a változás a mi életünkben, amit utána ő visszahozott egy nagyon jó irányba, mert el tudott menni a Wolverhamptonba, onnan viszont kölcsön adták a Grasshoppersnek, ahol most minden meccsen játszik, és a válogatottba beverekedte magát. Néha kezdő, néha nem, de hát ez ilyen. Nem a mikrofonok miatt, hanem mind a hármatoktól kérdezném, hogy tudom, hogy mennyire optimista vagy, mennyire hiszel magadban, meg mellette ülők is mennyire hisznek benned, de van-e bármiféle kétséged vagy félelmed az előtted álló időszakkal kapcsolatban, és Zsoltal és Magyutal is kérdezem. Kezdjem én? Nincs. Nézd, én nagyon sokszor elmondtam ezt, és tényleg így gondoljuk. Még picit másképp vagyunk bekötve szerintem, mint nagyon sokan. Mi nagyon sikerorientáltak vagyunk, és persze minden élethelyzetben lehet egy csomó fajta példát elővenni. Lehet negatív példákat előhúzni, lehet olyat, hogy aki elment a Liverpoolba, azután hogy bukott meg a Liverpoolban. Minket ezek nem érdekelnek, tehát mi minden idegszálunkkal azon vagyunk. Mi háttéremberként mindent megadjunk a Dominiknak, hogy ő tudjon teljesíteni, ő meg a pályán. Egyszerűen nem tudunk abban gondolkodni, hogy sikertelen legyen, és
És egyébként én ezt én kérhetem, én kérem tőletek, hogy, hogy úgy álljátok a Dominikhoz a következő időszakban, hogy, hogy ti is higgyétek el azt, hogy ő nem véletlenül van ott, ahol van. Én azt gondolom, hogy elég sokat tett már azért, hogy megadjátok neki ezt a kreditet az elmúlt 6 évben. Mindig minden váltásnál, vagy minden meccs előtt arról beszélgetünk, hogy, vagy meccs után, hogy jó volt, de hogy én kérem tőletek, hogy ezt a de-t, ezt egy időre felejtsük el, hogy adjátok meg neki azt a lehetőséget, hogy ezt meg fogja ugrani újra, mint ahogy megugrott az eddigi lépcsőfokait is. És higgyétek el azt, hogy bennünk semmilyen kétség nincs abból a szempontból, hogy ez a tökéletes választás minden szempontból egyébként. A futballkultúra szempontjából, az edző személye szempontjából, a klub mérete szempontjából és a Dominik motiváció szempontjából. Pont az egyik játékostársával beszélgettem két hete, és elképesztő volt, amit mondott egyébként, hogy a Dominik minden nap úgy közlekedik, hogy ő pontosan tudja, hogy erre a szintre tartozik, hogy ő ide tartozik, és az én megbecsülésemet ezzel bívja ki leginkább igazából, hogy ő benne szemelni kétség nincs ebből a szempontból, és ez így van rendjén, és ezért sikeres. Nem, bármi kérdésem lenne. Bocsánat, csak még a Zsolt nem válaszolt el. Semmi gond. Az a furcsa dolog áll fenn, hogyha ha nem hinnénk benne, vagy nem hittük volna, hogy mi történik, akkor valószínűleg elzavart volna mind a kettőnket a francba, mert az ő úgymond hitéből vagy elszántságából lehet meríteni, hogyha bármilyen gödörben lennénk is, hogy ő biztos, ha mi nem is, ő tudja. Szóval ha a lépéseinket eddig, amit a Dominik pályafutásában tettünk és csináltunk, úgy, hogy előttünk nem volt semmilyen példa. Szóval hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi ez alapján mentünk. Nem is azt mondom, hogy vakon a sötétbe tapogatoztunk, hanem minden egyes döntésünk a Dominiknak a tudására alapult, hogy azokat próbáltuk meg választani mind a hárman, ami neki a legjobb a tudása szerint, amit tudtuk, hogy meg fog ugrani, könnyedén arra a polcra fog kerülni, és most is azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb is, hogy mind a Salzburg, mind a Lipcse felkészítette arra, hogy egy ilyen lépcsőfokot megugorjon, legalábbis megint csak nagyon bízunk ebben a dologban. Minden megtörténhet, ahogy elmondták a Matyék is, de igenis azt a bizalmat azt bele kell, nem csak nekünk, mert tőlünk meg fogjuk kapni, de mindenkitől kell az a bizalom, akár a válogatottól, akár az itt körülbelül közegtől, ami Magyarországon van, ami nem egy pozitív közeg, azért azt hozzá kell tenni, hogy igenis meg fogja ugrani, mert ha nem így állunk hozzá, akkor húzzuk lefele sajnos minden téren, és ez bármely sportoló legyen, olyanok vannak körülötte, akik ezt a dolgot nem hiszik el, nem úgy gondolják, hanem akkor állandóan negatívval bombázzák, vagy piszkálják akár kommentekkel, ami nem érdekel minket, még egyszer mondom, de benne van a pakliba minden. Minden. Bocsánat, ez a kapcsolódva, hogy ugye mi klasszikusan ilyen kisítő típusok vagyunk általában, sportban is, hogy ezzel lehetett dolgozni, mert ezt lehetett fejleszteni akár kiskortól? Csak hát a következő generáció érdekében kérdezem, hogy abszolút, ez én azt gondolom, hogy épp itt az ideje változni. Épp itt az ideje változni. Zsolt, ez egy nagyon fontos üzenet egyébként, erről többetekkel beszéltem már, hogy én nagyon szeretném azt elérni, nem, nyilván nem fogjuk minden gyereknél elérni, meg nyilván a felnőtteket nem fogjuk megváltoztatni, de én nagyon szeretném, hogyha azt el tudnánk érni, hogy a sok százezer gyerekből, akiről ti beszéltetek, legalább egy pár ne csak azt lássa ebben az átigazolásban, hogy mennyi pénzt fizettek a Dominikért, hogy a Liverpool ezzel fotózkodott, hogy mennyi pénzt keres, és hogy ez mennyire fancy így, hanem meghallja azt a munkát, amit beletett ő ebbe, és felfogja, hogy
hogy az a munka vezet ehhez az eredményhez, és nem az eredmény a lényeg, hanem a munka a lényeg, és az fogja hozni az eredményt. És ebben egyébként nektek, őszintén mondom, nagyon nagy szerepetek kell, hogy legyen. Hogy itt van ez a srác, aki csinál valamit, és ezt ti interpretáljátok egyébként a médiában. Ő felmegy a pályára, ő megcsinálja a munkát, de ezt ti fogjátok leírni, és ti fogjátok közvetíteni az embereknek, vagy a gyerekeknek, és én szeretném, hogy ezt úgy próbálnátok közvetíteni, ahogy mi megéljük, mert szerintem, ahogy mi megéljük, úgy meg kell próbálni úgy megélni a gyerekeknek, mert a Dominik sikeres lett, nagyon sikeres lett, és hogyha valaki meg tudja úgy élni ezt ezt az utat, akkor hát ha ő is sikeres lett. Egy biztos, nem lehetetlen eljutni oda, ahova Dominik eljutott, és tényleg, ha egy-két gyereknek az életét meg tudjuk ezzel változtatni, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyit fizettek a Dominikért egy átigazolásra. Most már. Dominik, mekkora dilemmát jelentett, ha jelentett a Liverpool ajánlat ennek megérkezésekor, hogy idén nincs bajnokok ligája jövülés? Hogy érted meg? Egyáltalán esetleg az ütött eszedbe, hogy te vezetheted vissza a csapatot a BL színpadra. A másik pedig az elkerülendő a következő 10-15 évre hasonló kérdéseket, mint ami az elmúlt két hónapot belemte, hogy van-e még futballista idézet, vagy futballistára utaló tetoválás? Őszinte leszek, ahogy meghallottam, hogy ez komoly dolog tud lenni, nem gondoltam a bajnok. Nem gondoltam. Kiment. Nagyon komoly, hogy jó. Kiment. Nem gondoltam a bajnok ligájára. Úgy gondoltam, hogy egy évet feláldozok abból, hogy nem szerepelek a bajnok ligájába, hanem megpróbálom megnyerni az Európa Ligát a Liverpool-lal, mert ez a cél. És el tudom fogadni, hogy most nem a Bajnokok Ligába fogok játszani. A másik dolog, nincsen még egy idézet, se tetoválás a testemen, a karomon, bárhol, azon kívül, ami ugye most elterjedt. A tetováláson még csak annyit, hogy most azt szeretnénk elérni, hogy amit a Dominik mond, azt rakják fel a gyerekek. Ez az ő kérése. 14-15 évesen, mint ahogy a Dominikából? Azt a szülők elnöztik. Majd eldönti a hanyagokra. Hát, hogyha a gyerek megnyeri a fogadást, mint ahogy a te csináltad. Ez pontosan. Azt meg kellett nyerni előbb. Itt jött ki a győztes típus Magyarországon. Hogy ki a jobb. Nem mondtak ezt, hogy kérdezett. Az egyik angol sajtótermék futballmenedzser programmal játszotta a következő szezont, és a Liverpool beraktak végre csapatba, és a Liverpool megnyerte a bajnoki címet egy ponttal. Az előző kérdés mondjuk hasonlított erre, mennyire érzed magadba tényleg, hogy bele kell, hogy talán te is hozzá kell járni ahhoz, hogy a csapat előrébb. Nem így gondolkodok, hogy velem kell, hanem szeretnék részese lenni, amilyen sokkal csak tudok, akár játékidővel, akár gólpasszokkal. Elmondtam sokszor, eddig egy karrierem, profi karrierem során minden évben nyertem valamit, ezt szeretném folytatni. Négy lehetőségünk van rá Angliába, úgyhogy reméljük, hogy abból egyet minimum, aztán majd meglátjuk, hogy a többibe mi lesz. Itt választanál az, hogy ezüstérem a bajnokságban és Európa Liga, vagyom? Ezüstérem a bajnokságban? Igen, és Európa Liga győzelem, vagy aranyérem a bajnokságban. Szerintem nagyon fontos egyébként, bocs, ez is most mindenjátoknak mondom, hogy a Dominik úgy megy a Liverpoolba, hogy pontosan tudja ennek a felelősséget, pontosan tudja, hogy miért igazolták, és ennek minden elemével tisztában, és amikor azt kérdezett, hogy hozzá kell járulni ahhoz, hogy a Liverpool sikeres legyen, hát nyilván azért igazolják, hogy a Liverpool sikeres legyen. Úgyhogy ez a felelősség, meg ez az a nyomás, ami őt érteti, ezt nagyon sokszor
elmondtuk, úgyhogy, úgyhogy ez, ez semmilyen terhet nem jelent. Bocs, hogy érted mondom, de azt gondolom, hogy ezt nyugodtan mondhatom, hogy ez semmilyen terhet nem jelent. Ezért választottuk a Liverpoolt, hogy, hogy egy olyan környezetbe kerüljön, ahol tovább tud fejlődni, és azt nyugodtan mondhatom, hogy, hogy ezek azok a kihívások, amik ezt a srácot fejlesztik. A trófé miatt kérdeztem, mondhatod, hogy mi nyertél trófé. Nyerjük meg mind a kettőt. Kösz. Dominik, ti ugye legendásan tudatosan lépésről lépésre építettek a te karrieredet, ami, ami tulajdonképpen beigazolódott, hogy ez jó út. Amikor 4 évvel ezelőtt, az, hogy jól emlékszem, Salzburgban forgattunk együtt egy pár napot, és akkor is már lehetett olvasni veled kapcsolatban, hogy Juventus, Bayern München, stb. Most a sajtóban nem tudom, hogy ebből aztán mennyire lett érdeklődés, és akkor azt mondtad, hogy nem az a lényeg, hogy érdeklődjenek Juventus, hanem hogy meg is legyenek, ki is fizessenek. Hát ez ugye most tulajdonképpen másodjáról is sikerült, egy nagy csapat. Ott tartasz most, ahol, ahol akkor 4 évvel ezelőtt eltervezted, vagy sikerült talán azt is tűzszárra? Nem tudom. 4 évvel ezelőtt nem gondoltam 4 évvel ezelőttre, mert mindig kb. Napról napra gondolkozok, vagy hétről hétre, vagy meccsről meccsre. Ugye sikerült Salzburgba Lipcsibe igazolnom, ami akkor egy, egy nagy lépés volt, mert eligazoltam egy osztrák ligából a Bundesligába, amiért fel kellett vennem a lépést és az iramot. Viszont nem gondoltam volna, hogy őszinte leszek, hogy a Liverpool 70 millió eurót ki fog fizetni értem ilyen hamar. Ilyen hamar, mivel ugye az első fél évben sérült voltam. Volt egy időszak, amikor az amerikai edzőnk volt, Jesse Marsh, amikor ugye elkezdtem játszani. És miután őt leváltották, jött egy olyan edző, aki kevésbé szerette volna, hogy segítsem a csapatot, úgy gondolta, hogy vannak mások, akik jobban tudják, amit elfogadtunk, és ugyanúgy dolgoztunk tovább, és nem foglalkoztunk vele kifelé. És utána jött egy olyan edző, aki teljes mértékben bízott bennem, és megadta a lehetőségeket, amivel én éltem is, és ezt kidolgoztam saját magamnak, hogy minden meccsen pályára lépjek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy volt egy hullámvasút a lipcsei karrieremben is, a sérüléssel is, a játékpercekkel is, úgymond edző, hogy ki volt az edző. Viszont tényleg 4 évvel ezelőtt, ha most visszagondolok, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen 22 évesen el fog vinni a Liverpool. Ez a lépcsőfok egyébként nagyobb lesz, mint a Salzburgból a Lipcsébe, hogy ez a lipcsei időszak azért az ott elvégzett munka, meg az ott szerzett játékpercek, a rutin, az már megkönnyíti ezt a következő lépcsőt, hogy talán nem lesz neked ez akkor ugrás. Valószínűleg, ha a Salzburgba mentem volna a Liverpoolba, akkor nagyon nagy lépés lett volna. Ezért is volt egy köztes lépés, amit szerettünk volna, mivel nem akarunk nagyon nagyokat lépni, mert akkor nagyot lehet esni. Úgyhogy ezt fölépítettük mi hárman, és nem gondolnám, hogy ez lehet, hogy egy kicsivel nagyobb lépés a Lipcse, Liverpool, mint a Salzburg Lipcse, viszont úgy gondolom, hogy fel vagyok készülve arra, hogy, hogy mi vár a Premier League-be, mi vár a Liverpool-be, és hogy mit várnak a másik csapatoknál. És végezetül egy nagyon fontos sportszakmai kérdés, milyen Magyarország legmenőbb férfiának legmenőbb? Nem tudom, hogy ki az, kérdezzétek meg őt. Mondjam. Köszönöm. A tavasszal sokat lehetett olvasni a sajtóban, hogy Jude Bellinger is versenyben van a Liverpool, de aztán április környékén előleg kiszálltak a versenyből, és ezt azért tették, mert hogy tudták, hogy akkor egy kiváló középpályás árából tudnak kettőt venni, Dominikot és McAllistert, hogy akkor még ez egyáltalán nem volt így konkrét, hogy mikor döntött úgy a Liverpool, hogy akkor Dominikot. Egyáltalán nem szeretnék sem más klubokkal, sem más játékosokkal foglalkozni. Mi a Dominik karrierjével foglalkozunk. Az, hogy a Jude Bellingham miért a Real Madridot választotta, vagy a Real Madrid miért ő, ez irreleváns a mi karriertervezésünk és a Dominik élete szempontjából, mint hogy az is irreleváns, csak későbbi kérdéseket megelőzve, hogy milyen klubok érdeklődtek iránta. Mi hoztunk egy döntést pénteken.
ez talán az életünk egyik legfontosabb döntése. Minden klubot, aki a Dominiknak elmondta, hogy mit szeretne vele csinálni, és érdeklődött, illetve nagyon tisztelünk. Nagyon korrekt partnerek voltak, de mi úgy döntöttünk, hogy a Liverpoolban folytatja a pályafutását, és kizárólag a Liverpoolban szeretnénk foglalkozni, és azzal, hogy a következő hónapokban, években hogy tud továbbfejlődni és sikeres lenni a világ egyik legnagyobb klubjával. Úgyhogy kizárólag ez a célunk, és semmi másról nem szeretnénk beszélni. Ezek azok a kérdések, amikkel nagyon régóta foglalkozunk, tehát amit talán neked mondtam, hogy azért minket ez az átigazolás annyira nem lepett meg, mint titeket, hiszen évek óta arra készülünk, hogy Dominik valamikor eljut ide, és minden nehézséggel egyébként tisztában vagyunk, ami őt érni fogja. Nagyon sok nehézsége már átment, nagyon sok tapasztalata van ebből a szempontból, de nyilván ezek a klubok azért már olyan profin működnek, hogyha ilyen segítségre van szüksége, akkor ezt klubon belül is meg tudja kapni, de természetesen minden a szakember, akire a Dominiknak igénye van, az a rendelkezésére áll. És én azt gondolom, hogy azért eddig elég jól vette ezeket a mentális, fizikai... Kérdezem, hogy ez egyébként így hármasban, tehát belülről jön ez a zsigeri könnyű akadályvétel, vagy ez a könnyed... Megedződött. Igen, könnyed probléma megoldó nagyon... képességgel, vagy sajtókezelés. És azért gondoljátok... Vagy pedig van mellett a sajtókész. Azért gondoljátok könnyűnek... Mert ő nagyon könnyűnek mutatja, mert ugye mindenki meccseket nézi. Nem csak azt, hogy tűn a sajtót extra mosolyog kacsinnal, tehát látszik, hogy jól sírja. Nagyon könnyűnek mutatja Dominik azt, ami egyébként nem annyira könnyű. Nyilván az emberek nem látnak bele a meccseken kívüli életében, nem látják azokat a nehézségeket, amik az ő életében ugyanúgy megvannak, mint a tiétekben, az enyémben, vagy bárki máséban. Ezeket nem látják. Sokkal nehezebben jutott el ide, mint ahogy azt gondoljátok. Természetesen nem az a lényeg a mondandomnak, hogy sírjunk és szomorkodjunk, hogy milyen nehéz volt az út. De inkább sokkal inkább egy üzenet, hogy ha nehézségekkel találkoznak az emberek, akkor az nem biztos, hogy baj, mert van megoldás, és lehet tovább élni az életet, és tovább is. Igen, nem is megfelelt volna egyébként. Tessék? Igen, vagy nem is megfelelt volna. Van egy egyedik. És akkor mondtad van, hogy úristen, hogy egy igen, de meg nem nincs ehhez van. Ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy egyetlen egy pszichológus, sportpszichológus beszélt vele, azt mondta, hogy soha többet nem akar vele beszélni. Korrekt. Szóval mi se értettük, aztán utána rájöttünk, hogy van egy olyan belső adottsága, motivációja, amivel ő ezeket a dolgokat kezeli. Vannak nehéz pillanatok neki is. Az viszont úgy néz ki, hogy nem kell kiteregetni, vagy nem kell kirakni az ablakba, hanem vagy a Matyi, vagy a család, úgy néz ki, hogy meg tudjuk oldani, de én azt gondolom, hogy gyerekkorában a kisebb-nagyobb megpróbáltatások megedzették őt, hogy ezeket a dolgokat elviselje, és azt gondolom, hogy egy élsportoló jelen pillanatban teljesen mindegy, hogy futbolozik, vagy kézilabdázik, vagy egy hosszú katinka, vagy bárki, akinek olyan szinten és olyan polcon volt fenn, ő a saját kis mikrokörnyezetében ezeket a dolgokat meg kellett, hogy oldja. Mert különben nem fog erre a szintre felkerülni, mert összeroppan, vagy abba hagyja, vagy inkább azt mondja, hogy feladja. Hála Istennek jó az idegrendszere, mindenféle téren, ugye ezt láthatjuk a mérkőzéseken is, amikor az utolsó pillanatokban el tud dönteni meccseket, úgyhogy ennek csak örülni kell. Köszönöm. Mielőtt kérdezem, meg mondom, hogy kb. 5 percünk van még. Úgyhogy jövőnök a dolgokatoknak a kérdéseket. Köszönöm. Akkor így
4,5 perces kérdést. Nyilván egy ilyen üzletnél sláger téma a pénz, amiről most itt ugye személyesen nem beszéltünk, és nem is az érdekel, hogy mennyit fogsz keresni, hanem sokkal inkább az, hogy ez a magyar része felfogadatlan összeg, szerinted akár a te vagy inkább a környezeted, de mennyire változtathatja meg, és tőletek is kérdezem, hogy akár a cégednek, vagy a jövődben, vagy neked tud-e segíteni, vagy okozhat-e változást ez a üzleti transzakció? Hadd válaszoljak erre, akkor miért Zsoltan? Amit az előbb mondtam arra, hogy nem voltunk meglepve, hogy egy ilyen átigazolás történt, azért mi gazdaságilag is, meg szakmailag is azt gondolom, hogy elég átgondolt lépéseket tettünk, és elég korán olyan helyzetbe került a Dominik, hogy meg kellett tanulnia a pénzzel bánni, meg kellett tanulnia felfogni azt, hogy ha ő ezen az úton akar végigmenni, akkor ott felfoghatatlan mennyiségű pénzt lehet keresni, és ennek a pénznek az ellenére is teljesíteni kell minden nap, sok éven keresztül, évtizeden keresztül. Úgyhogy mire eljutottunk oda, hogy egy Premier League szerződést aláírt, azóta ezeken a problémákon túljutottunk játékos szinten is, és ügynökségi szinten is. Úgyhogy semmilyen szempontból nem határozta meg a döntésünket, és semmilyen szempontból nem változtatja meg az életünket az, hogy esetleg sok pénzt keres a Dominik, vagy az ügynökség sok pénzt keres. Ez egy teljesen normális hozadéka annak, hogy a Premier League-be igazolt, és a harmadik legdrágább játékosa lett egy top klubnak. Úgyhogy hozzá van ehhez szokva, és sem a családjának, sem neki az élete nem változik meg ettől, ugyanis nem ez a lényeg. Azt én tudtam, hogy ezt fel fogja tenni valaki ezt a kérdést, ezért előjöttem egy példával, hogy én nem fogok soha megváltozni azért a körülöttem lévő emberek felé, se kifelé, azért mert most mennyit keresek, vagy mennyi pénzt kerestem, vagy mennyi pénzem van. Ugyanúgy meg fogok állni az előző kérdésre válaszolva a kamionos barátommal egy kifőzdébe, és megeszek egy nagyon jó zuzapörköltet nokedlivel, mert az a kedvencem, és annyira jól fogom érezni magam, mint hogyha a pályán lennék. Szóval nem fogok elmenni nem fogok bemenni abba az étterembe, hanem nagyon szívesen be fogok vele ülni, vagy apával, úgyis még tartozom neki egyen. Úgyhogy én nem fogok ezen, soha nem fogok ez miatt megváltozni, ezt írásban adom. Egyébként ez a Dominik, szóval ez egy nagyon fontos szempont volt, ami karriertervezésünkben egyébként, hogy ezt megtanulja kezelni, mert ha ezt nem tudja kezelni, akkor az egész karrierét nem fogja tudni megcsinálni, ugyanis minél magasabb szintre pénzt fogsz keresni. És ezt megtanulta, és nagyon jól kezeli. Volt a Dominiknak egy nagyon jó ilyen riport nyilatkozata, és ott mondta, hogy szereti a pénzt, jó, hogy van, de ha a pénz motiválná, akkor lehet, hogy a Benzemával játszana. Nem erről szól a történet. Itt már nem. Már nem tud, hogy ha csak ez motiválná, én lennék az első, aki agyon csapná. Úgyhogy nem. Tényleg az, hogy kupát nyerjen, pontosan minden egyes nyílt, most is elhangzott, hogy ő szeretne nyerni ilyen kupát, olyan kupát, Európa Ligát, teljesen mindegy, csak valamit nyerjen. Mert ugye ez motiválja, ez viszi előre, és ezáltal lesz, én úgy gondolom, hogy ő sikeres a maga területén, ugye a fociban, és nem a barátjával a kamionos részben. Ő azt választotta, ő a sportot választotta, mindenki a saját területén megpróbál a legsikeresebb lenni, mint ahogy ő is. Igen, mert sokan választják, csak senki nem tudja megcsinálni. Sokan szeretnének, figyelj, én is bemennék Paksra az atomerőműbe, hidd, de mindenki futná. Amikor mennék a kezelőtábla felé. Valamiért nem oda kerültem, ugye? Meg nagyon sokan szeretnének orvosok lenni, meg ügyvédek, de mégsem, mert 5 év kötél, nem mindegy,
hogy mit kapsz. Én azért mondom, hogy nyilván ennyi pénzt mindenki akar keresni, de csak Dominik kapja. Persze. És ez nem véletlen. Pont azért, mert nem érdekel. Tehát nem ez a motiváció. Persze, persze. Az van, de nem rossz indulat van. Persze, csak kérdő. Mondom, hogy... Nem, meg nyilván mi egyébként több nyitottak vagyunk ebből a szempontból. Az én pénzügyeket mindannyian láthatjátok az interneten. A Dominikét kevésbé, de el tudjátok. Tudsz kölcsönadni. De nem ez a lényeg, tehát, és ez megint csak egy üzenet mindenkinek szeretne sikeres lenni, hogy nem azt kell nézni, és akkor talán el lehet jutni. Még két rövid kérdésre van időm. Mennyire motivál, hogy valószínűleg az idei aranylabdás az egyik legjobb barátod, ugye Hollandra gondolok, és egyligában játszol vele, és ő nagyon fogadott, hogyha ez publikus, hogy üzenete valamit gondolni. Beszéltünk telefonon, igen, miután kiderült, hogy odaigazolok. Tényleg mondta, hogy ha bármire szükségem van, segít. Ugye ajánlotta, hogy itt nézek házakat. Manchesterben lakik a központban, de valószínű, hogy el fog költözni onnan, mert neki is kell a nyugodtság kicsit. Hogy ő ott fog nézni házakat, ezért ott kezdtük az első háznézegetéseket, amikor most kint voltunk. Úgyhogy tényleg mondta, hogy bármi kell nekem, akkor a segítségemre ott van nekem. Liverpool City-ment is, akkor az ízlis lesz én szerintem. Hát ízlisnek ízlis lesz, arra 95 percre nem leszünk barátok, mert szerintem akkor senki se barát, ha külön csapatban van. De attól függetlenül, hogy most ebben a pillanatban a City megnyerte a triplát, úgymond a bajnokok ligáját, meg úgy kb. Majdnem minden. Nem. Félek tőlük, viszont fel leszünk rájuk készülve. Na, rekordok felől közelítenék, hiszen megdöntöttél egy párat az elmúlt néhány hétben, évben. Mi van előtted rekordként, amit szeretnél megdönteni? Rekordként? Mennyire menjünk előre? Mennyire szeretnéd? Bajnokok ligáját szeretnék nyerni. De ezt már nagyon sokszor elmondtam. És hogyha most így egy rekordot tudok mondani, mert a többi az változik, a legtöbb válogatott mérkőzést szeretném beállítani, az viszont nagyon hosszú távú folyamat, amire ugyanúgy minden nap csinálom kell a dolgomat, ugyanúgy minden egyes összetartáson kihozni magammal a legjobbat, mert ez változhat.